rendezvényen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma délután a régi szép hagyományoknak megfelelően a 24 órás alapfokú társaság tanfolyamok, gyermek tanfolyamok, ifjúsági tanfolyamok az állóanyagok, és ezzel együtt a táncuk és annak előkészítés gyakorlatának a bemutató lesz. Bizonyára tudják, hogy az elmúlt időszakban, az őszi időszakban egy 24 órás alapfokú haladó és kezdő tanfolyam mi volt a Magyarországi Házban, és a tanfolyam végeztével pedig a hagyományok megfelelően ünnepélyes keretek között szeretném bemutatni azt, hogy mi tanultak a gyerekek ezzel az idő alatt. Én úgy gondolom, hogy kellemesen töltötték az időt, és hát nem csak kellemesen éreztük magunkat, hanem igyekeztük megtanulni a táncokat is. Nem csak magunknak tanuljuk meg, mert a gyerekek szerepelni is szeretnek, és a szülők is kíváncsiak arra, hogy a gyerekek mit tanultak, hát ezért meg is mutatjuk önöknek. A műsorban több csoportot fogunk látni, összesen 6 csoportot és nagyon sok gyereket, legalább 130 gyerek és nagyon sok tánc lesz. Én bízom benne, hogy ez a műsor nem lesz unalmas és jól fogják érezni magukat. Azért, hogy ne is legyen hosszú a műsor, és pihenő legyen majd a műsor felételek is szünetet is fog várni. Kedves közösségünk, azok a kísérletek, akik most bevonultak, ők a kezdő gyermek tanfolyam növendékei, akik elsőként fognak bemutatkozni önöknek. Én gondolom, hogy a gyerekek izgulnak, és nem szeretnének táncolni, ezért nem húznám tovább az időt, és minden tárgyat érnénk, és elkezdenénk a bemutató műsorokat. Gyerekek elsőként egy nagyon szép régi tánc fogunk bemutatni, amely alkalmas arra, hogy a tánc mellett megtanulják azt, hogy milyen mozgásformák a táncban, egyáltalán melyik a bal mellé jobb lábú, mert ebben a korban még időnként ez is gondolt, de ennek ellenére szépen megtanulják a táncokat a gyerekek. Ez a tánc pedig a slowfox. Kérem, fogadják tőlük szeretettel. Álljatok be, gyerekek, és mutassuk meg. Okay.
séta. Thank you.